A szurkolók kedvence, a világ egyik legjobb játékosának tartott David Beckham megjelenése váltotta ki a legnagyobb üdvrivalgást. David! Persze leginkább a lányok körében. Puszit, meg az autogramot! Egy mosoly is elég lenne! Egyetlen Giggs vagy Baron autogramért szó szerint tolongtak a rajongók. Azt mondták, bármire képesek lennének egy fényképért, és azért, hogy minél közelebb kerülhessenek a játékosokhoz. Sir Alex Ferguson csapata az ETL-eni összecsapásra érkezett hazánkba. Voltunk már Magyarországon máskor is, és tudjuk, hogy nehéz mérkőzés elé nézünk. De úgy gondoljuk, hogy a csapatunk jól felkészült. Ez egy kapu, amelyen át kell jutnunk, hogy tovább juthassunk. A Manchester játékosai annak ellenére biztosak a sikerben, hogy idegenben lépnek pályára. A magyarok is évről évre erősebbek, de bennünk nagyobb az akarat. Úgy érzem, remek formában vagyunk, és győzni fogunk. A világ legértékesebb labdarúgói tegnap este egy átmozgató edzés keretében már pályára is léptek a Puskás stadionban. Itt az ETL legnagyobb bánatára csupán 27 ezer ember élvezheti ma este a nem mindennapi csatát. Borzasztó sokan jutottak jegyhez a színházi közönség közül, hogy most ezt úgy idézőjelbe használjam, akik majd ide kiülnek szép csendbe a lelátóra, amik talán föl is öltöznek, ami persze nem baj, és majd elegánsan megtapsolják a Beckham beadását, meg a Giggs szélső játékát. Holott nekünk igenis azokra a szurkolóinkra lenne szükség, akik hozzásegítettek minket ahhoz, hogy egyáltalán most a Manchesterrel játszunk. A stadion mellett ma már háromszorosáról lehetett csak hozzájutni egy-egy kósza belépőhöz. De a fanatikus szurkolóknak így is minden pénzt megér. Az ETL játékosai ma már arra is büszkék, hogy egyáltalán eljutottak ideig, és az angol világsztárokkal együtt rúghatják a labdát ma este itt az RTL klubon. Egy olyan mérkőzés, amely talán az év mérkőzése is lehet, hiszen a leginkább, legjobban magyar érdekeltségű csapat, a Zalaegerszeg a Manchester United-del fog mérkőzni egy igazi sztár alakulattal. Mint látható, mögöttem már nagyjából megtelt az a 30 ezer főnyi hely, amit itt elfoglalhatnak a Puskás-Ferenc stadionban a nézők. Sajnos többen nem jöhetnek be a mérkőzésre, mivel életveszélyes a stadionnak a felső karéja, és ezt senki nem merte azt megkockáztatni, hogy azokra a helyekre jegyeket adjon ki. Megérkezett egyébként már mind a két csapat, természetesen időközben melegítenek, mi viszont megnézhetjük azt, hogy hogyan is jöttek meg. Mint látható, itt érkezik a Zalaegerszeg csapata Bozsik Péterrel az élen. Nagyon fogadkozik a zalaegerszegi együttes, hogy megnehezítik a Manchester United dolgát, és Urbánék is úgy érzik, hogy életük mérkőzésére készülnek. A Manchester United csapatát is megnézhetjük, hiszen természetesen ők is itt vannak, és egy nagyon érdekes dolog, itt érkezik az ő buszuk, hogy Beckhaméket szinte megközelíteni sem lehetett az elmúlt egy napban. Ferguson edző volt látható elől, aztán Scholes, aki nem fog játszani, nincs bent a kezdőbe, és itt van David Beckham, a legnagyobb sztár, a lányok kedvence, különleges frizurájával. Egy biztos tehát, hogy az zalaegerszegiek mindenféleképpen arra törekednek, hogy megnehezítsék Beckhamék dolgát. Bemutatnám a két kommentátorunkat, illetve két vendégünket a mai mérkőzésen, Csongrádi Ferencet, a Videóton egykori játékosát és vezetőedzőjét, illetve Egervári Sándor mesteredzőt, az MTK Hungária csapatának jelenlegi edzőjét. Csongrádi Ferencet kérdezném, hogy 1985-ben a Videóton játszott egy nagyon-nagyon izgalmas mérkőzést a Manchester United-del oda-vissza, és azt a mérkőzést, illetve a továbbjutás szempontjából az itteni mérkőzést ugye megnyerte, egy egészen drámai találkozó volt. Hogyan tudja ezt felidézni ön? Hát csodálatos időszak volt, végül is két ragyogó mérkőzést játszottunk. 50 ezer néző előtt kint egy óra kikaptunk, és hát bizakodva vártuk a visszavágót, ahol a hosszabbítás után 11-esekre sikerült nyernünk. Egy nagyon érdekes dolog, hogy a visszavágon ugye már nem játszhatott. Kívülről milyen volt nézni azt a meccset? Hasonlóan rossz idő volt, mint itt, hiszen elkezdett csöpörögni itt is az eső, talán még hidegebb is volt. Igen, nagyon mély talajú pályán játszottunk, és hát kívülről nézve, ugye Manchesteri mérkőzésen megsérültem, idegtépő, idegörlő mérkőzés volt, hát hála Isten jól alakult, tovább tudtuk lépni, és egészen döntőig tudtunk masírozni. Ezeket a képeket láthatjuk egyébként ezekben a pillanatokban, itt van Disley Péter, hogy fölemeli a labdát, megfogta éppen a 11-est. Fel lehet idézni ezt konkrétan, hogy mit érzett akkor? Hát, nagy megkönnyebbülés volt? Igen, és az utolsó
11-es itt a vadászínja, hogy belőtte, elkezdett futni, hát csodálatos volt, fantasztikus érzés. És hát aztán tovább menetelt ugye az UEFA Kupa döntőjéig egészen a Videoton csapata, ezt se felejtsük el, ahol aztán a Real Madridtól kapott ki a döntőbe. A hazai meccse 3-0, odakint pedig 1-0-ra győzött a Videoton, tehát győzelemmel fejezte be tulajdonképpen az UEFA Kupát. Mennyi esélyt lehet látni a Zalaegerszegnek erre a mai találkozóra, hogy esetleg azt a bravúrt meg tudja ismételni, mint ami a Videotonnak sikerült? Hát úgy gondolom, nagyon kell bízni benne, és addig, amíg le nem fújják a második mérkőzést, addig mindent meg kell tenni. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat ellen játszik most az Zalaegerszeg, igazán nagyszerű játékosokból, tele válogatottakkal. Reménykedni kell. Én nagyon bízom benne, hogy az Zalaegerszeg felszabadultan játszik, és ugye itt a zágrábi mérkőzésen nem a valós tudását, egy picit talán a nagy feszültség, a nagy tét miatt, ugye, hogy már a Manchesterre is gondoltak, hogy a következő ellenfél az Manchester lesz. Itt egy felszabadult, nyugodt játékot lehet játszani, és úgy gondolom, hogy a mai mérkőzésen talán egy szoros eredmény lesz. Egerváli Sándort kérdezném az esélyekről. Hát az esélyesség terhe semmiféleképpen nem nyomaszthat minket, vagy az Zalaegerszeget. Teljesen egyértelmű, hogy ennek a párharcnak az esélyese a Manchester, de ha a statisztikákba böngészünk, akkor nekem a 60-as évekről is jut eszembe egy Ferencváros-Manchester párviadal, aminek kapcsán azt hiszem a harmadik mérkőzésen a Ferencváros kiharcolta a továbbjutást, tehát elég hizelgő a statisztika. A reményünk ennyi, a jelenlegi futballerőket összehasonlítva sajnos már kevésbé, de hát a remény hal meg legutoljára, én hiszem, hogy egy nagyon tisztességes játékot vállaló zalaegerszegi csapat lesz a pályán. Hogy az eredmény milyen lesz nyilvánvalóan, hát ezt a mérkőzés folyamán sokkal inkább meg fogjuk tapasztalni. Az, hogy gyakorlatilag ilyen sztárok lesznek itt láthatóak, mint Beckham, ez egy hihetetlen nagy dolog, hiszen nagyon-nagyon ritkán adatik meg magyar csapattal, főleg ugye manapság, hogy sztárcsapatot fogadjon. Igen, szoktuk volt mondani, hogy ez egy más kávéházszal, ott, ahol egy védő leigazolása kapcsán több pénz forog, mint az egész magyar labdarúgásban egy évtized alatt, szóval ez nyilvánvalóan nagyságrendi különbségek vannak minden tekintetben. Remélem, hogy a pályán lesz ez a különbség a legkisebb. És akkor most pedig nézzük meg, kapcsoljunk ki Szújó Zoltán kollégámhoz, aki Bozók Imrével beszélget, az MLS elnökével, tehát igen, nagyon illusztris vendégei vannak ennek a mérkőzésnek. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket innen a pálya széléről, a fű széléről, a gyep széléről, mellettem Bozók Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség első embere, és mostantól egy újabb tisztséget is el kell mondani, méghozzá az UEFA fellebbviteli bizottságának tagja. Ezúton is gratulálunk a kinevezéshez. Bozók úr, látva ezt a teltházas stadiont, amennyire lehet teltházas stadiont, melyik Bozók Imre ürül most igazán? A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, avagy a sportszerető focirajongó Bozók Imre? Mind a kettő örül. És egy kicsit ugyanakkor ebben van egy kis üröm is, mert sokkal jobb lenne, ha az a felső karé nyitva lenne, ott is lennének székek, és azt is meg lehetett volna tölteni, mert én úgy hiszem, erre a mérkőzésre teltház lett volna. Hát ha már itt tartunk, ugye majdnem két éve a magyar-olasz mérkőzésen volt teltház a Népstadionban, mikor lehet ismét szószoros értelmében teltház? Ez abban az esetben lehet, ha műszakilag a stadion alkalmas lesz, vagy amiben én nagyon reménykedem és nagyon bízom, hogy ez a mérkőzés is arra rávilágít, hogy Magyarországnak szüksége van egy igazi futballstadionra, egy futballarénára. Én bízom benne, hogy a futballunk is jobb lesz, és nem sokára, ahogy majd örülhetünk a Budapest sportcsarnoknak, utána majd örülhetünk egy igazi futballarénának is. Bozóki úr, a végére egyetlen gyors tippet kérek, mit vár a mai mérkőzéstől? Egy nagyon jó és fair play mérkőzést. Köszönöm szépen, itt volt, és jó szurkolást. Kedves nézőink, Önöknek is jó szurkolást kívánunk. A szó most a stúdiói, Lidere Rákos. Már láthatták ugye, hogy zalaegerszegi szurkolók ezrei érkeztek a fővárosba, és hogyha tehette volna, akkor egész Zalaegerszeg följött volna ide. Személygépkocsit, külön vonatokat, és hát természetesen nagyon sok buszt indítottak Zalaegerszegről. Nézzük meg, hogy ők vajon hogyan várják a mérkőzést. Hajrá, Zete! Hajrá, Zete! Hajrá, Zete!
ami van, csak az egy van! Allé! Allé! Néhány egészen különleges párharc lesz itt a ma este folyamán, gondoljunk csak mondjuk Van Nistelrooyra és Keneseire, és hát természetesen a hátvédekre is, akiknek majd semlegesíteni kell ezeket a nagyon nagy sztárokat. Nézzük meg, hogy a magyar játékosok hogyan vélekednek ellenfeleikről. Hát nem hiszem, hogy a Beckhamnek a játékát bárkinek is be kéne mutatni. Évek óta a Manchester meghatározó játékosa, mondhatni, hogy a világ egyik legjobb játékosa. Mindenki tudja az erősségeit, lehet, hogy vannak gyengéi, majd igyekszünk kihasználni. Szerintem a Kenese is rúgja úgy a szabad rúgást, mint a Beckham, talán nem tud annyit futni. Hát félre a tréfával természetesen Beckham egy jelenség, egy hihetetlen aura veszi őt körül. Biztosan olyan játékos, hiszen többször láttam a televízión keresztül, hogy mit lehet tudni, vagy mit érdemes tudni róla, azt én nem tudom. De nem is érdekel különösebben, mert holnap ki fogunk menni, és én úgy fogok játszani, hogy győzelemre. Azt gondolják, hogy itt majd holnap egy show műsor lesz, kijönnek itt az emberek, beülnek a színházba, és majd mi asszisztálni fogunk itt a Mókához. Hát nem fogunk asszisztálni a Mókához, ezt most nyugodtan kijelentettem, hanem ki fogunk jönni, és onnan lesz, hogy megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést. És a manchesteri védelemből három kulcsember is hiányzik, kezdjük ugye a kapussal, Bartezzel, és aztán előtte két védő, Neville sem fog játszani, illetve Rio Ferdinand se, a már ugye ön által említett hatalmas értékű sztár. Mennyivel segíthet ez a Zalaegerszegnek? Hát ahogy ismerjük a Manchesternek a játékos keretét, világsztárok, különböző válogatottak, angol válogatottak ülnek a kispadon. Tehát egy ilyen klubcsapatnál igazából nagy problémát nem okozhat, hogy kiesik egy-két játékos. A Brown, aki beszáll a Neville helyére, ő is egy angol válogatott játékos, nyilvánvalóan túl nagy esély csökken és nem fog jelenteni a csapat számára. Itt éppen a magyar csapat összeállítását láthatjuk. Őnáluk is volt ugye jó néhány hiányzó, és végignézhetjük a Manchesterét. Csongrádi Ferenc szerint ez a kiesés mennyire jelentett érzékeny veszteséget ugye a Manchesternek? Úgy gondolom, hogy nagy baj lenne Manchesterben, hogyha ezeknek a játékosoknak a kiesése óriási problémát jelentene. Én úgy gondolom, hogy nem fogjuk megérezni a mai mérkőzésen a hiányukat, hiszen akik lehetőséget kapnak, azok általában kettőzött erővel küzdenek, be akarják bizonyítani, hogy jó futballisták, és úgy gondolom, hogy ez minőségi változást nem fog okozni. Biztos, hogy a mérkőzés végén nem ők lesznek a gyenge pontjai a Manchesternek. A mérkőzés legnagyobb hiányzója Zalaegerszegi részről Kocsárdi Gergely, a csapatkapitány, aki már ott áll Szújó Zoltán mikrofonja előtt. Így van, itt vagyunk ismét a pálya szélén Kocsárdi Gergely mellettem, aki bizony hiányzik a Zalaegerszeg részéről. Gergő, mit érzel most, melyik érzés az erősebb? Örülsz, hogy az Zalaegerszeg eljutott idáig és elhozta a Manchester United-et, vagy esetleg szomorkodsz, hogy nem játszhatsz, sem most, sem pedig a visszavágón egy hét múlva? Talán úgy fogalmazhatnék, hogy egyik szemem sír a másik nevet. Természetesen nagyon örülök, hogy tovább jutottunk és egy ilyen neves ellenfelet fogadhatunk. Másrészt nagyon nehéz volt elviselnem azt, hogy végülis az, hogy most Pesten nem játszhatok, azt tudtam. De sajnos tegnap kaptuk az üzenet az UEFA-tól, hogy Manchesterbe se léphetek pályára. Nagyon csalódott vagyok, de nagyon szorítok a fiúknak. Mit gondolsz, most van ez a döntés, megváltoztatni, esetleg meg lehet még ezt a határozatot? Úgy hallottam, hogy pénteken évfélig lehet fellebbezni, meg lehet lépni ezt is, de én nem nagy valószínűségét látom, hogy megváltoztatnák ezt a döntést. Rengetegen vannak most itt a stadionban, beszéljünk pozitívabb dolgokról. Milyen mérkőzésre számíthatunk a Zalaegerszeg és a Manchester United között? Ezt előre megmondani nehéz, hiszen azért a világ egyik legjobb együttese az ellenfelünk. Én úgy gondolom, hogy a fiúk megpróbálnak mindent kiadni magukból, és talán annyival jobb a helyzet, mint Zágrában, hogy ott sokkal nagyobb volt a tét. Itt talán az a
kisebb az esélyünk. Nem azt mondom, hogy esélytelenek vagyunk, mert esélyünk az van a továbbításra, csak hát itt minimális, és ezzel emiatt talán sokkal felszabadultabban tudnak játszani a srácok. Hát akkor bízunk ebben. Gergely, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és jó szurkolás, jó szórakozás, és majd további jó munkát a jövőben. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a szó ismét a stúdiói Lédere Rákos. Előbb azonban, illetve most következzék egy kis reklám, és utána visszajövünk már a mérkőzéssel.